Üdvözlet mindenkinek, Necrocrim vagyok, és jól látjátok, Battlefield 4, kérem szépen, kedves Battlefield rajongók, nem feledkeztem meg rólatok, és tudom, hogy páron azért iratkoztatok fel a csatornámra, mert láttatok Battlefield 4 videókat, és nem felejtettem el, és ezen túl fog több Battlefield videó is lenni, csak hát egyszerűen kijött a Ghost, ugye Call of Duty, mint... hogy úgy mondjam, régi kedves játékom, túl akartam esni azoknak a műsorain, azokon a videókon, és kibeszéljem magam Call of Duty-val kapcsolatban, de most, hogy ez most megtörtént, jöhet a Battlefield is egy kicsit, tehát egy kicsit figyelmemet Battlefield felé fogom koncentrálni, hogy mit jelent ez most számotokra, el fogom mondani, ez egy kis TDM játék bemutató lesz arról, hogy mit is tervezek én csinálni Battlefield 4-el kapcsolatban. Na, szóval nem tudom, hogy ti hogy vagytok, vagy hogy szeretnétek, vagy mennyire akarjátok, ezt maximálisan rátok fogom hagyni, ebben kérném, hogy ti döntsétek el, hagyjatok ott kommentet itt, vagy Facebookon, vagy üzenetben, vagy bárhol, hagyjatok ott kommentet ezzel kapcsolatban, amit most kérdezek, ugye, elég trükkösen és rébuszokban beszélek. Na, a lényeg az volna, ugye, hogy sok-sok-sok Call of Duty, hogyan játszunk videót raktam föl, mint tudjátok, van egy elég különleges nézőpontom ezzel kapcsolatban, hogy hogyan játszunk jobban. Na most ez érvényes igazából Battlefieldre is, de mivel, hogy ti nem szoktátok meg tőlem azt, hogy én Battlefield videóknál hogyan játszunk, ott töltsük fel, ami érthető, mivel, hogy Call of Duty-zom 10 éve, Battlefield az már úgy körülbelül a Battlefield 2142 óta, akkor ismerkedtem meg vele először, szóval... mondhatnám azt, hogy tapasztalatlan vagyok Battlefield terén, de viszont annyira nem, szóval ezzel kapcsolatban is van némi mondani valam, hogy úgy mondjam, azzal kapcsolatban hogyan játszunk, vagy hogyan lássuk a játékot egy olyan pontból, hogy jobban menjen a játék, de viszont én erről, hogy úgy mondjam, nem akarok csinálni videót, mert úgy érzem, hogy ez nem az én tisztem annyira, de ha kíváncsiak vagytok, és ezért is mondom, hogy ti szavazzatok, bocsánat, ha kíváncsiak vagytok, akkor tudunk csinálni, vagy hát tudok csinálni ilyen videót különböző játékmenetekről, illetve dolgokról, hogy hogyan igyekezzünk játszani jobban, vagy hogyan próbáljuk meg hogy legjobbat kihozni a Battlefieldből, mint olyanból. Szóval, ha kíváncsiak vagytok, ha hagytok üzenetet, kommentet, bármit, jelét adjátok annak, hogy erre a fajta műsorra is kíváncsiak vagytok Battlefield-del kapcsolatban, akkor, hogy úgy mondjam, van erre is egy Necrocrim nézőpont, amivel ki tudjuk ezt úgy vitatni, hogy azok is jobb játékosok lennek, akiknek eddig nem sikerült. Na, szóval ennyit erről a részről, hogy úgy mondjam, ez lesz az, ami csak rajtatok múlik, ha szeretnétek ilyet látni, akkor lesz, ha nem, akkor nem. De viszont mi lesz? Hát, igen. Lesz az, hogy a barátnőm fog játszani, igen, bizony, ő fog játszani, de mint tudjátok nekem, mert páron mostanra már tudjátok szerintem, hogy volt egy barátnőm, akivel szakítottam, ő nagyon-nagyon-nagyon ugye gamer lány volt, ő nagyon jól játszott, tehát a mostani barátnőm is szeret játszani, csak hát ő egy kicsit, hát majd meglátjátok, de nagyon jól lehet rajta szórakozni, és nagyon jó kis videók rajtuk, nem csak Battlefieldet fog játszani, sok mindent fog játszani, és hát igen, jó móka lesz, majd meglátjuk. Ő nem annyira gamer lány, de szereti a játékot és érdeklődik, hát az én barátnőm más nem lehet, csak érdekelnie kell a játékot, úgyhogy ja, fog ő is játszani, szóval elsősorban ő is fog Battlefield-en ülni, úgyhogy ez benne lesz, ha erre kíváncsiak vagytok, de mindenképpen már egy videó kész van, próbaként meglátjuk, hogy hogy lesz. A következő dolog pedig lesz ilyen ökörködés mindenhogy, Maverick barátom, azt szerintem sok ilyen hülyeséget fogunk kitalálni, az mindenképpen lesz a műsorban, tehát ilyen trollkodás és a többi, ez benne lesz, tehát megpróbálok minél újabb és minél nagyobb hülyeségeket kitalálni, az is mindenképp lesz. És az egyik fő műsor, amiért szerettem volna elindítani a Battlefieldet, és ezzel szeretnélek titeket is bevonni ebbe az egész körbe, és erre már össze is állt a kis csipet csapat, hogy úgy mondjam, és egy páran összeálltunk, és megcsináljuk ezt a műsort. Az pedig egy olyasmi lenne, hogy egy játékot kreálunk a játékon belül, tegyük fel azt például, hogy láttátok a Ryan közlegény megmentését? Gondolom, sokan láttátok. Na, mit szólnátok, ha például egy olyasmit játszanánk el játékban?
hogy így kimentünk valakit valahonnan a mi kis szabályoknak megfelelően. Például egy ilyen műsort, vagy még valós katonai taktikák és technikák mennyire működnek Battlefield-en belül, ezt is ki szeretnénk próbálni, vagy éppen általatok hozott ötletek, vagy általunk kitalált fiktív taktikák, megoldások, érdekességek, amiket mi kitalálunk, ti kitaláltok, vagy filmbéli opciók, vagy bármi ilyesmi, mi meg fogjuk csinálni azt Battlefield 4-en belül, és meglátjuk, hogy ez mennyire működik egy ilyen Meatbusters féle dologban is, majd meglátjuk, hogy ez hogy lehet, de ezt tervezzük, szóval vagy ilyen filmeket megvalósítani játékban, vagy valós katonai technikákat, taktikákat megvalósítani játékban, vagy általatok kitalált technikákat, megoldásokat igyekszünk megvalósítani és megcsinálni, és ez lenne, ezt találtam ki, remélem fog tetszeni. Ha jól tudom, egy ehhez hasonló műsor, tehát ilyesmit, hogy valós katonai technikákat a játékon belül továbbá, például filmjeleneteket megcsinálni játékon belül, ilyet igazából senki nem csinál, de még a külföldiek között sem, úgyhogy egy elég egyedi műsor lesz mindenképp, már így próbálgatjuk a szárnyainkat, hogy hogyan működik ez, megpróbáljuk a legjobb megoldásokat kihozni. Szóval nem tudom, hogy milyen gyakorisággal fog jönni ez a műsor, mert ugye hát össze kell elni a csibet csomag, mindenkinek azért megvan a maga élete, de az emberek megvannak, már próbálgatjuk szárnyaikat is, jónak ígérkezik. Lesznek természetesen live, sima live gameplayek is, ahol én és a barátaim igyekszünk a legjobbat kihozni magunkból. Nos, ennyi lett volna a műsor. És ugorjatok el a csatornára, és nézzétek meg, hogy hogyan is alakul mindez. Hagyok linkeket leírásban, hagyok linkeket a videón, rákattintva mindent meg tudjátok nézni, le tudjátok csekkolni. Szóval köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!